Péntek estére is maradt téma. Jó estét kívánok, az Egyenes beszédet látják, Rónai Egon vagyok, és azt gondolom, hogy tényleg van témánk a választási bizottság döntéseitől kezdve egészen odáig, hogy az előválasztással mi a helyzet, és hogy állnak egymáshoz képest a résztvevő felek, lesz, mit megbeszélünk első vendégeinkkel is, Vasali Zoltánnal és Mikesz Dániellel. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt vagytok. Az IDEA, az Aves Research-sel közösen készített egy kutatást, azért mutatok rád rögtön, mert hogy Zoltán ebben rendesen benne volt az IDEA által. Ez a kutatás, ez kifejezetten és csak azt volt hivatott megmérni, hogy az előválasztás előtt még a miniszterelnök jelöltek, hogy állnak egymáshoz képest? Igen, ezt szerintem az IDEA intézet is egy ideje csinálja, tehát hogy nézzük, egyrészt nézzük azt, hogy melyik jelöltnek milyen a karaktere, melyiknek milyen a támogatottság, és igen, hovonta kell nézni, mert most már egy új ideje kampány van, és nézni kell azt, hogy ezeknek az érintetteknek milyen a teljesítmény, és most azt látjuk persze, hogy hiba százalékon, vagy hiba határon belül, de hogy folyamatosan változik az erős sorrend az érintettek között. A Republika nem készített ilyet most, ugye? A Republika most nem készített, mi egy ilyen általános politikai, tehát a pártnépszerűséget néztük. Összefügg és összecseng? Tehát, hogyha ránézel arra, amit az IDEA kihozott, závetszel, akkor ezt most utoljára mondtam el így, akkor azt látod, hogy nagyjából ugyanaz a miniszterelnök jelöltek népszerűsége is ugyanott áll, mint ahol a pártoké? Hát a Republikon legutóbb a budapesti, ugye a 8.-9. kerület, ugye az a hatos, azt hiszem budapesti hatos OEVK-ban nézte, ott azért más arányok vannak, de hát ez azért is van, mert nem egy országos mintáról volt szó. Itt azért érdemes elmondani azt, hogy ha jól emlékszem, a ti kutatásatokban arról volt szó, hogy az aktív bizonytalanok és az ellenzéki szavazók, és azért ez sokat változhat az, hogy akkor végül kik mennek el. Mert a mi kutatásunkban is azt látjuk, hogy 50% azt mondja, hogy részt venne az előválasztáson, ami az előválasztásnak nagyon jót tenne persze, hogy olyan sokan elmennének, de azért azt gondolom, hogy egynél jóval kevesebben fognak elmenni, és azért az változhat azokon, hogy akkor hogy állnak végül a miniszterelnök. Az a hang, amelyik szervezi az előválasztást jelentős részben, olyan 2-300 ezer résztvevővel számol, hogyha az 50%-ot komolyan veszük, az meg közel 1,5 millió is lehetne akár. Tehát valóban ezek egy eléggé távol álló remények vagy vágyak egymástól. Sőt, én pár napja voltam itt az ATV-ben, és Krug Emília azt mondta, hogy Magyar György egyszer azt nyilatkozta, hogy 600 ezeren mennének el, és akkor itt kialakult. De a számháborúnak persze itt sincs semmi. Ezt értelme. Úgy is megtudjuk október közepén. Így van, igen. Csak hogy a Dani előbb mondott, az abból a szempontból nagyon igaz, hogy itt nem kéne kilóra mérni, tehát hogy nyugat-európai országokban, ahol ez régóta bejáratott folyamat, ott sem mennek el tömegek, hanem egy viszonylag alacsony részvétel, és már elégedettek egy ilyen köztes. Itt valaki azt kapirgált az elmúlt napokban, például az Egyesült Államokban ez úgy van, hogy aki a párt tagja, az leadhatja a voksát. Aki nem tagja, az majd elmegy akkor, amikor mindenki megy. Magyarországon ez nyilván azért nem is menne, mert vannak olyan pártok, ahol néhány száz tag van, viszont a parlamenti képviseletük meg ott van évtizedek óta. Tehát nem feltétlenül jár a kettő együtt. De járhatna, hogyha ez lenne a rendszer? Járhatna, hát ez egy nyílt előválasztás, zárt előválasztásnak nevezik azt, amikor a párttagok szavazhatnak. Az Amerikában máshogy működik, mert ott nincs is rendes választó is névjegyzik, vagy hát nem úgy, ahogy mi ismerjük. És az, hogyha valaki szavazni akar, tehát a nagy választáson részt akar venni, akkor vagy egy nagy pártként, vagy függetlenként kell magát regisztrálnia. Tehát ilyen szempontból ez a kettő összeér. Franciaországban például csak a párttagok szavazhatnak, ott ugye a baloldal tart előválasztásokat. Nyilván az ellenzék szempontjából azért nem lenne értelme egy zárt előválasztásnak, hiszen különböző pártok között megy az előválasztási megmérettetés, és nem a párton belül jelöltek között. Ezért van értelme ebben az esetben egy nyílt előválasztásnak. Na de amire jutottatok, hogy Jakab Péter az első, Dobrev Klára a második, és Karácsony Gergely a harmadik. Nagyjából ők elég közel is egymáshoz. Igen. Benneteket meglepett? Nem, tehát hogy pont azért utaltam arra, hogy az elmúlt hónapokban ezt folyamatosan nézzük. Hogyha Jakab Pétert nézzük, akkor korábban azt mondtuk rá, hogy a parlamenti megnyilvánulásai azok hogyan tolták előre az ő támogatottságát. Most ugye parlament nincs, tehát lehet látni azt, hogy ezek a szereplők, hogyha valaki egy vidéket jár, azért Dobrev Klára minden héten vagy minden másnap bekerül a sajtóba azzal, hogy hol volt, volt-e konfliktus, miket mondott. Tehát hogy ezért mondtam azt, hogy ezt most szerintem érdemes viszonylag gyakrabban mérni, mert hogy folyamatosan változik az, hogy ki milyen teljesítményt tesz le az asztalra.
Mondjuk. Igen, valóban, tehát az országjárásban én úgy láttam, hogy Dobrev Klára előrébb tart, tehát maga Karácsony Gergely is azért később jelentette be azt, hogy indulni fog. Lehetett sejteni, illetve hát ő nem adott egyértelmű választ erre, és azért az, hogy így valahogy lemaradt a, vagy hát benne van a bolyban, de hát azért nem kiugró támogatottsága, ahogy esetleg sokan várták volna, ez ennek tudhatóban, hogy később kezdte ezt a kampányt. Azt tudtátok vizsgálni, hogy kinek mik az erényei, amiért mellette állnak az emberek? Ezt többször vizsgáltuk már, hogy a karakterekhez milyen jegyek kapcsolódnak, hogy ki az, aki a konszenzus teremtő, ki az, akinek a konfrontáció bejön. Ilyen szempontból pont az a jó különben ebben az előválasztásban ilyen tekintetben, hogy jól megkülönböztethetők a karakterek, vagy az, hogy Dobrev Klára mennyire tud Gyurcsány Ferenctől elvonatkoztatva létezni, és egy ilyen európai parlamenti alá. Hát úgy tűnik, hogy erre törekszik, aztán, hogy ezt a... De ezt vissza is igazolja a választó, úgy lehet? Hát azt a támogatottságában a háttérben mi van, azt én így nem merném megmondani elemzőként, csak így belevetíteni lehet. Bocs, igen, okay, ilyen módon közben is vágtam, de akkor igen. Legalább meghalljuk, hogy Dani mit gondol erről az utóbbiról. Érdekes volt az időkutatás, ezt lehetett olvasni, azt, hogy akkor milyen, mik azok a karakterigyek, amelyekben erősek. Ha jól emlékszem, és javíts ki, Zoli, hogyha nem így van, de hogy Karácsony Gergely inkább az, hogy össze tudja hozni a nemzetet, integratív akar érteni azt, hogy egy ilyen vagányabb, és Dobrev Kláránál pedig az, hogy a szakmai hitelessége az nagyobb. Itt azért az fontos, hogy amit látunk a főpolgármester előválasztást, nagy ott vélhetően a DK szavazók is Karácsony Gergelyre szavaztak, hiszen azt gondolták, hogy ő lesz az, aki képes megnyerni a nagy választást, és itt ez lehet egy nagyon fontos momentum, az, hogy mit gondolnak a választók, hogy kinek van esély, és nyilván ez a harmadik, illetve a második fordulóban az első három között, akik valószínűleg ez a három politikus lesz dőlen. Meg hát ebben az is benne van talán, hogy a választó független ezektől a karakterjegyektől, amik nyilván fontosak, 2022 utára mit gondol, hogy mi történik az országban? Küzdeni kell, mert akkor Jakab, szakértői kormány félét kell csinálni, mert akkor talán Dobrev, vagy talán meg kéne békülni a két oldalnak, és akkor Karácsony. Tehát igazából nem is az ő jellemvonásaik lehetnek talán ebből a szempontból legizgalmasabbak, hanem a várakozás, hogy mi lesz itt. Ráadásul van egy vita, ami nem tudom, ti hogy látjátok, hogy lezáratlan szerintem, tehát mi arról szól, hogy mennyire megvalósítható az eddig ígéret. Elhangzott ígéreteknek a többsége, egy-kettő, pedig hogy ez a ritmus, ez hogyan változik, tehát hogy a maradék kampányidőszakban ezek a karakterek milyen teljesítményt tudnak letenni az asztalra, hiszen ott van Karácsony Gergely, akinek eddig előnye volt, hogy főpolgármester, viszont rengeteg olyan konfliktus kötődik a tevékenységéhez, ami lehet, hogy egy bizonyos ponton túl hátrány is lehet. Igen, egyrészt teljesen egyetértek ezzel, azért sokkal több támadást is kap ő a médiában, ugyanakkor az ő előnye pedig az lehet, hogy azért valószínűleg a budapestieknek könnyebb lesz elmenniük előválasztani, mint a vidékieknek, tehát azért ez az ő támogatói csoportja. Gondolod, hogy ez egy nagyvárosi huncutság lesz? Nem gondolom, hogy huncutság lesz, de hát azért ez nagyon sokba kerül. Én úgy olvastam, hogy pont az a hang, hogy 100 sátorral számolnak az egész országban, és azért láttuk a főpolgármester előválasztáson azért egy fővárosinak könnyebb megközelíteni a kerületében lévő nagy forgalmas teren lévő előválasztási sátrat, és az, hogyha mondjuk megyénként van, nem tudom, három ilyen előválasztási hely, azért az nagyon kevés, de mobil még sátrak kevés lesznek lehet. Egyébként, tehát úgy tervezik, hogy a településről településre mennek ezek a sátrak, minden nap máshol lesznek. Valóban, de ez azért vélhetően ez egy nehezebb lesz nyilván, vidékiként nyilván, elmenni előválasztani, mint főváros. Ebből a szempontból meg akkor Jakab, ugye? Hát, hogyha azt nézzük, hogy ugye külön kérdezted, hogy a személyek vagy a pártok igen. támogatottsága, akkor itt megint bejön az, hogy kinek milyen szervezeti hálója van. A Jobbiknak van egy erős tartalék a vidéken, ami mondjuk Jobbik támogatottságában biztos érződik is. Van egy másik, szerintem fontos téma. Hát, térjünk is átra. Azt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság minek alapján hogyan dönt. Volt kétségetek, hogy Orbán Viktor népszavazási kérdései gyorsan és cson nélkül átmennek? Nekem kétségeim nem voltak. Egyébként a népszavazáshoz szóló törvényben van egy olyan passzus, ami arról szól, hogy a kérdések azok a népszavazás, mint intézmény alkotmányos céljaival megegyeznek. Ugye azért felvethető az, bár én nem vagyok alkotmányjogász, hogy azért egy olyan népszavazási kérdés, ami már egy ugye kiskorúaknak nem lehet nem változtató beavatkozást eszközölni. Ez legalább két olyan kérdés van, amit törvény tilt, hogy igen, tehát akkor ez hogy van összhangban a népszavazás céljaival? Jó, hát ezt nekem csak egy ilyen otthoni elmékedésem volt, de nem gondoltam, hogy vissza fogja dobni az MVB ezeket a kérdéseket.
Az, hogy Karácsony Gergelyét meg nem bírálták el, arra ők azt mondják, hogy ez azért törvényszerű, mert hogy a magánbeadványokkal mindig nehezebb, mint mondjuk egy kormányéval vagy egy pártéval. Ott a magánszemét is vizsgálni kell. Hát most Karácsony Gergely ugyanúgy ebből a szempontból a magánszemében mindenki ismeri. Igen, és ráadásul most látszik, hogy a jobb oldal ezt úgy próbálja magyarázni, hogy akkor ott azok a kérdések nem is teljesen egyértelműek, nem lehet úgy válaszolni rájuk, mint Karácsony Gergely, pedig ez nem. Tehát pont az Orbán féle kérdés sorban van ilyen fajta logikai bukfenc, míg a másik oldalon azt látjuk, hogy van egy ilyen politikai napirend, ami nagyon jól passzol egy ilyen kérdéssorhoz. Meddig húzhatják ezt? Meddig érdemes húzniuk? Húzni akarják-e egyáltalán? Hát én úgy tudom, hogy 60 napig lehet ezt húzni, tehát az MVB addig elhúzhatja azt, hogy akkor születik egy döntés ebbe, ami feltétlenül nem annyira rossz Karácsony Gergelynek, tehát azt is, hogyha húzza ezt az MVB, vagy azt, hogy visszadobják a kérdéseket, hiszen akkor könnyen lehet azt mondani, hogy Magyarországon a kormány tud népszavazást kérni, magánemberek pedig nem. Igen. Gyorsan megválaszoltad. Azok a dolgok, amik Orbán Viktor népszavazási kérdésében vannak, ezek fontosak lesznek a választási kampányban? Hivatkozási alappá tudnak válni? Lehet-e tizenévesnek, fiatalkodónak nem változtató műtétet végrehajtani, vagy lehet-e erőt kapacitálni? Gyakorlatilag mondjuk két kérdés valami ilyesmit fogalmaz meg. Hát ránézésre erről nincs is mit beszélgetni. Szerintem ez olyan lesz, mint talán, mint egy vizsgánál megkapja a vizsgázó a kérdést, és hogy kijön az ajtóból, nem is emlékszik arra, hogy mi volt, csak hogy mi volt az eredménye. Arról fogunk hallani, hogy ez a gyermekek védelméről szólt, nem arról, hogy pontosan ez az öt kérdés, ez mit tartalmazott. Valószínűleg azért sem, mert azért várhatóan a részvétel nem lesz akkora, hogy érvényes legyen a népszavazás. És hát arra alkalmas lesz persze, hogy majd egy alapot ad a kormánynak arra, hogy tudja azt mondani, hogy lám-lám, a magyar emberek mégis úgy gondolkodnak, mint a magyar kormány, és nem úgy, mint Brüsszel. Igen, csak igen, pontosan ezt, tehát, hogyha ennek az egésznek ilyen szempontból van egy ilyen nemzetközi vagy Brüsszel kapcsolatos szála is, akkor a Fidesz ebben azt tudja elérni, hogy az, hogy harcolunk Brüsszel ellen, az most több hónapon keresztül még napi rendben. Hát ki van plakátolva, hogy félünk el Brüsszeltől, mert ismét fondorkodik ellenünk. Dajs Tamás is beszólt Hamiltonnak, hogy Forma 1 is legyen egy kicsikét, ha ez az, ez nem az. Ugye a Forma 1-es pilóták közül ketten, Vettel és Hamilton tettek megjegyzést, nagyon kemény megjegyzést arra, hogy hova jöttek ők valójában, egy olyan országban, ahol üldözik a homoszexuálisokat. Nagyjából így sikerült ezt megfogalmazni, ami persze, hogy kiváltott kormányzati ellenállást. Hogy Varga Judit szól mindig először, az vajon le van osztva? Hát ő az, aki most Brüsszelben állandóan ott van, szerintem Varga Judit az a karakter, most, hogyha megint karakterekről beszéltünk, aki mondjuk egy Hamiltonnal is le tudna a BBC-n ülni, vitatkozni, de pont az az érdekes, hogy a Fidesz megint belehúzza magát egy olyan szerepbe, hogy itt nem politizálhatnak az NGO-k, nem politizálhat senki nem ismeri a törvény szövegét, mindig ugyanazok a panelekkel próbálják ezt, de az, hogy ez történik egy Forma 1-es Hungaroringen, és így ilyen megjegyzésekkel kezdődik ez a verseny, azért erre szerintem a Fidesz sem nagyon számít. Az elegáns, hogy a vendégnek azt mondja, mert ugye vendég itt Lewis Hamilton voltak éppen, hogy butaságokat állít. Hát, nem elegáns, de azzal nem értek egyet, hogy ők nem számolhattak esetleg ilyen reakciókkal, hiszen a maga ez a téma, ez nem csak politikai szinten létezik, tehát nem csak úgy fontos esetleg nyugat-európai országoknak. Idén is van több mint 30 nagykövetség volt jelen a Pride-on, hogy ez egy emberi jogi ügy, hanem azért ez a téma, ez létezik a popkultúra szintjén is Nyugat-Európában. Sporton keresztül beszélünk. Igen, de és persze gyakran ezt sokan kritizálják, akár az LMBTQ mozgalmon belül is, hogy ez a pinkwashing, ez a rózsaszínre mosdás is történik, de hogy én azt gondolom, hogy azért számolhatott azzal a kormány, hogy nem feltétlenül csak az Európai Unió, de akár nemzetközi cégek vagy celebek is majd kiállnak a magyar meleg mozgalom mellett, hogy ez történt egyébként az SFE ügyében is, amikor híres hollywoodi színészek álltak ki a Színházi és Filmművészeti Egyetem mellett. Az, hogy azt feltételezik, például most ez esetben Hamiltonról a kormányzati megszólalók, hogy nem magától teszi. Hát honnan tudná ő? Hát fogalma van egyáltalán egy Forma 1-es pilótának arról, hogy milyen törvények vannak. Ez egy érvelési stratégia szerintem. Ez egy érvelési stratégia, de egyébként tudja? Tehát azt gondoljátok, hogy olvassa az újságokat, és tudja, hogy mi történik Magyarországon? Én inkább azt gondolom, hogy Hamilton nem menne bele egy ilyen szerepbe, hogyha ne lenne legalább valami minimálisan meggyőződve arról, hogy norma szinten, amit állít, az tartható és jogos. Tehát van akkor a nemzetközi visszhangja annak, ami történik Magyarországon, hogy ezt tudhatja magától? Én azt gondolom, hogy ennek van. Azért van ennek jelentősége, mert
Ugye általában, ami Magyarországon történik, azt úgy szokás, vagy úgy szokták azt értelmezni, hogy ez valamilyen trendnek a része. Tehát ahogy emlékszünk erre, például a Newsweek címlapján, akkor ott volt Putyin, Erdogan, Orbán Viktor és Trump. Tehát ez mindig úgy értelmeződött, nem önmagában. Azt, hogyha mit történik, az egy olyan rendszerbe illik bele, ami mondjuk Oroszországban történik. És ezért van ennek jelentősége nyugaton, és ezért szólalnak meg ezek a celebek is, hiszen ők látják, olvassák, érzékelik ezeket a konfliktusokat. És hogyha azt hiszi a magyar kormány, hogy nem maguktól szólalnak meg ilyen módon, akkor elég keservesen fognak csalódni. Hát amennyiben ez csalódás valójában. Köszönöm szépen! Köszönjük!